A múzeumkert ad otthont Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója szobrának is. Széchenyi ugyan meghagyta végrendeletében, hogy ne örökítsék meg semmilyen formában emlékét, de ezt a kívánságát már gyermekei sem tartották be. Pál fia a Széchenyi terem számára Johann Ender festővel elkészítette apja képmását. Ezen festmény alapján 1902-ben Istók János szobrász formázta meg az alapító alakját az aranyapjas rend díszöltönyében.